Kedves nézőim, most az Euro Family családi napjáról láthatnak egy összeállítást. Második alkalommal tartott nagy sikerű családi napot július 18-án az Euro Family. Cégünk, az Euro Family most már 11 éves, és azt gondoltuk tavaly először, amikor a 10. szülinapunkat ünnepeltük, hogy szeretnénk ezt megköszönni a vásárlóknak is. És így jött az ötlet, hogy egy ilyen családi nappal köszönjük meg, hogy hűségesen velünk tartottak ezen az úton. És sztárfellépőket is láthattak a nap folyamán. Az érdeklődők például Bagdi Bella, Tóth Gabi, Vastag Csaba. Milyen ötlet alapján állították össze a programot? Vásárlók ebbe is beleszóltak? A mai kész sztárfellépőnk, Vastag Csaba és Tóth Gabi abszolút vásárlói és dolgozói kérésre került kiválasztásra. Bagdi Bellával pedig nagyon régóta dolgozunk együtt. Alapítványát támogatjuk, közösen veszünk részt a Jobb veled a világ alapítvány munkájában, és azt gondoljuk, hogy amit ő képvisel, az ugyanaz, amit mi szeretnénk képviselni a vásárlók felé. Délután volt egy nagyon érdekes játék, játszunk boltosat. A kisiskolások és az óvodások nagyon szeretnek árazni. A kollégák valóban szeretnek árazni? A kollégák is szeretnek árazni, de egy nagy újdonságot vezettünk be a múlt héten pont itt az Ajkai üzletünkben. Vonalkodós rendszerre tértünk át, ami meggyorsította mind a kollégák munkáját, mind pedig lehetővé teszi, hogy kisebb sorok legyenek a forgalmasabb napokon, mert gyorsabb a kasszázás ezáltal, úgyhogy azóta nem kell árazzon egy kollega sem. Mi a titka annak, hogy ma Magyarországon 11 évig fent tud maradni egy bolt és fejlődni tud? Számunkra nem csak a haszon, hanem a hasznosság is fontos. Az elmúlt 11 évünket ennek jegyében dolgoztuk, és így működtünk. Árainkat folyamatosan alacsonyan tartjuk, hogy mindenki számára elérhetővé tegyük. És ezen kívül, ahogy mondtam, hogy támogatjuk is Bagdi Bella alapítványát, nagyon sok olyan jó ügy mellé állunk, amit mi fontosnak tartunk, hogy jobbá teheti a környezetünket. Családi nap látogatottságával elégedettek-e? Nagyon elégedettek vagyunk, és örülünk, hogy itt Ajkán, sőt már Ajka környékéről is jönnek, és mindig visszajelzéseket kapunk, hogy várják a családi napot, és készülnek erre az emberek, és jönnek, és ezt nagyon jó érzéssel látjuk. A szomszédkár most újra élet, valahol hív egy másik élet, holnaptól nem fáj a világ. Magas balakednek, figyelj, hadd halljam! És tudod, egy új nap vár rád, egy közös kutatás, eljössz hozzánk, és a temetünk majd a nappal. A koncerteken kívül milyen programok várták az érdeklődőket? Egész nap igyekeztünk érdekes programokat szervezni az ide látogatóknak. Légvár, játszóház, kisvasút, a gyerekek kézműveskedhettek, arcfestő és csillámtetoválás is készült. Reggel egy családi kerékpáros túrával indult a program, nagyon sokan vettek részt rajta, úgyhogy így egész nap tudunk jó programokat szolgáltatni a gyerekeknek is és a felnőtteknek is, ez volt a célunk. Milyen helybeli fellépők voltak a programban? Ajkai cégként fontosnak tartottuk, hogy a helyi
fellépőknek is adjunk lehetőséget, így a Dynamic Rock and Roll csapat és a Flowers Aerobic Club is fellépett, de például a biciklis túrát a Kiválók nevű ajkai biciklis egyesülettel együtt szerveztük meg. Kérdésem van, figyelj! Mindenki tegye fel a kezét, tedd fel a kezed! Nagyobb is tedd kezeket fel, magasra, magasra, magasabbra, még magasabbra, mindenki tegye fel! Figyelj! És háromra, közösen, egy nagyot sikítunk, oké? Okay? Gyere, mert figyelj! Egy! Kettő! Ez már jó volt, tényleg, komolyan. Az erőse most mindenkihez. Készülj, 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 készülj.